Június 9-én vasárnap már reggel 6 órától lehet szavazni az önkormányzati és európai parlamenti képviselőjelöltekre és polgármesterjelöltekre. A székesfehérváriak idén 93 szavazókörben adhatják le voksukat. Ehhez igazolni kell magunkat a bizottság tagjai előtt, amelyet érvényes személyi igazolvánnyal, vezetői engedéllyel vagy útlevéllel tehetünk meg, illetve a lakcímkártyánkat se hagyjuk otthon. Ez önkormányzati választáson gyakorlatilag a fehérvári lakóhelyen rendelkező, illetve a Fehérváron települési lakcímmel rendelkezők, valamint tartózkodási helyre rendelkező választópolgárok szavazhatnak. Ugye a főszabály szerint a lakóhely szerinti szavazókörben élhetnek választójogukkal a választópolgárok, azok a választópolgárok, akik tartózkodási helyen rendelkeznek. És ezt a tartózkodási helyet 2024. február 11-ét megelőzően létesítették. Ők, hogyha kérték az áttételüket, akkor szavazhatnak a tartózkodási hely szerinti szavazókörben. A legtöbb kormányablak a választás hétvégén, június 8-án szombaton, valamint 9-én vasárnap is nyitva tart. Ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre lesz lehetőség. Új lakcímet csak június 7-én pénteken 10 óráig lehet bejelenteni. Ezt követően hétfőig csak az elveszett lakcímkártya pótlásra van lehetőség, a lakcímváltozás bejelentésére nincs. Lehetőség lesz idén is mozgóurnát igényelni, még akár a választás napján is 12 óráig. Ezzel a joggal mindazok élhetnek, akik egészségi állapotuk vagy fogyatékosságuk, illetve fogvatartásuk miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe. A szavazókörök este 7 órakor zárnak, ezt követően történik a szavazatok összesítése, számlálása. Három típusú választással találkozunk, így hát legkorábban szerintem akár még június 9-én, éjfél környékén ezek az eredmények már megszülethetnek, de ez nyilván az adott napon történt események és körülmények hatására változhat. Kincsen Zsolt Dávid hozzátette, a 28-as számú választókör egy speciális helyszín, amely a Munkácsy Mihály általános iskola lesz. Itt az átjelentkezéssel élők szavazhatnak majd. A választás napján a Fehérvár Televízióban és a Vörösmarty Rádióban este 7 órától élőben jelentkezünk a legfrissebb eredményekkel, fejleményekkel.